Kívánok, Feri Csókolom, nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, és mindenek előtt Incikének szeretném megköszönni, hogy élél át ma is ennek a rendezvénynek, és ilyen fantasztikusan megszerveztem. Mindig hálával és tisztelettel tartozunk azoknak, akik fogják az idősek kezét. Isten értesse is. Kedves anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Így októberben talán egész hónapban ünnepeljük az idősek világnapját, bár azt hiszem meggyőződésem, hogy nem csak októberben kellene ünnepelni, hanem minden egyes nap. És egészen biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan az az élménye, az a szeretett családi köre, ahol minden nap ünneplik Önöket. Nem véletlen született meg ez az ünnep, hiszen az egész világon tudni kell mindenkinek, hogy az élet az nem velünk kezdődött, hanem a szüleinkkel és a nagyszüleinkkel. Talán mégis sokkal nagyobb ünnepnek kéne, hogy legyen ez a Magyarországon, mint a világ bármely pontján. Hiszen Önök egy olyan generációban, egy olyan korban éltek, amit nagyon remélünk, hogy még egy generáció számára már nem fog megismétlődni. Önök túlélték, átélték az előző rendszert, átéltek rendszerváltásokat, kormányváltásokat, és olyan áldozatos munka van az Önök háta mögött, amit csak remélni lehet, hogy a következő generációk számára már nem lesz. Tudjuk, hogy milyen sok és milyen keserves munka van Önök mögött. Az Önök életében nem voltak szabad szombatok, nem voltak áruházak, ahol a készterméket vásárolták meg, a kertben krumpli volt ültetve, kukorica, nem pedig tuja és brázsit, felnevelték saját maguknak, a csirkét, a disznót, előteremtették a tejtermékeket, és talán ahol ez még most is megvan, ott a gyermekek tudják, hogy ennek az ízvilágnak nincs párja. Ha már olyan világot is élünk, hogy nincsenek disznók és tehenek és csirkék az oldalon, akkor is tudom, hogy a gyermekek és a fiatalok számára az a legnagyobb ajándék, amit Önök készítenek neki. Az az ízvilág, az a vasárnapi ebéd, az az ünnepi ebéd, vagy az a sütemény, vagy mákos, vagy diós beiglék, amit nem lehet a boltokban megvenni, és ami mindenki számára az élete legszebb élményét idézi, a boldog gyermekéveket. Kedves jelenlévők, én azt szeretném Önöktől tisztelettel kérni, hogy ne csak mi ünnepeljük Önöket, hanem ünnepeljék egymást. Vigyázzanak egymásra, fogják egymás kezét, ahogy ebben a kis emlékkártyát is eljutattam Önöknek. Azt hiszem, hogy senki nem tudja überelni János Pál pápának a szavait, ahogy ő hívja fel az idősekre a figyelmet, ha megengedik, idézek belőle. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, reszketőkezű őszapákat, hajlott hátú jó anyákat, a rántos és eres kezeket, a szürke sárkat szemeket, simogassátok a deres fejeket, csókoljátok meg a rántos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik telegetek, legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el az ő helyeket, mert ti lesztek majd az öregek. És mindaz, amit nektek tettetek, azt adjátok nektek a gyermekek, előre intenek titeket, szeressétek az öregeket. Második János Pál pápa. Kedves emlények, azt szeretném kérni, őrizzék ezt a kártyát, ne úgy, hogy tőlem kapták, úgy, hogy János Pál pápa üzenete, szomorúságban, bajban, fájdalomban mindig adjon Önöknek erőt, és mindig emlékeztesse Önöket arra, hogy az élet szép, még akkor is, ha vannak szomorú pillanatai. Az élet szép, és minden nap ajándék. Nem azért, mert az idősek világnapját ünnepeljük. Néha bizony nekem is részt kell venni egy temetésen, kimegyek a temetőbe, és fájó szívvel tapasztalom, hogy sokan a 40, az 50, a 60 évet sem érték meg. És bizony akkor tudja valóban az ember megérteni,
a kántornak az énekét, hogy látjátok testvérek, ennyi az élet. Vigyázzanak magukra, fogják egymás kezét, és minden napra találják meg az örömét. Férfi társaimnak szeretném azt az üzenetet tolmácsolni, amit az egyik alpolgármesterem, aki egy kiváló háziorvos, mindig azt mondja a környezetemben, hogy a férfiaknak sokkal jobban meg kell, hogy becsüljék az asszonyaikat, mert az ő is az élet tapasztalata szerint, ha egy családból az asszony megy el hamarabb, az esetek 70%-ában a férfi követi egy éven belül, mert mi férfiak sokkal esetlenebbek vagyunk. Úgyhogy kedves férfi társaim, fogják az asszonyaik kezét, vigyázzanak rájuk, imádkozzanak érettük. De ne úgy, ahogy a székely ember imádkozik, tudják, a székely ember az úgy imádkozott, hogy drága jó Istenem, én úgy szeretem a feleségem, hogy sose legyen boldogtalan, legyek inkább én. Aztán úgy folytatta, hogy drága jó Istenem, én úgy szeretem a feleségem, sose legyen beteg, legyek inkább én. Majd úgy fejezte be, hogy drága jó Istenem, én úgy szeretem a feleségem, sose legyen ez, hogy legyek inkább én. Kedves jelenlévők, nagyon jó szórakozást kívánok önöknek, sok mosolyt, sok boldogságot. Kérem, bocsássák meg nekem, de 2012-kor egy megyei értekezlet kezdődik, ahol ott kell lennem, olyan örömmel végigülném és végig szórakoznám önökkel ezt a programot, remélem, hogy legközelebb majd meg tudom tenni. És kérem, végül engedjék meg, hogy Jászlásról Szentgyörgy házigazdájának köszönjem meg, hogy mindig az élére áll ezeknek a rendezvényeknek, és tudom, hogy az idősek ügye a számára mindig szívügy. Mindig, minden ügyek között előtérbe helyezi, amikor az idősekkel kell törődni, róluk kell gondoskodni. Polgármester úr, ezt a kis ajándékkorocskát fogadt tőlem szeretettel. Szent Mihály nem régen volt, egy Szent Mihály napi idézettel szeretném a polgármester urat köszönteni, mely úgy szól, hogy Szent György napkor, kihajtáskor bárki lehet pásztor. Szent Mihálykor, behajtáskor nem lehet csak egy pásztor. Polgármester úr, örülök, hogy Jászlásról Szent Györgynek ilyen pásztora van. Köszönöm szépen, további is.